Egy igazán jó sztorit tartogathat a német piac a következő időszakban, ugyanis a Bayer műanyag gyártó üzletága Covestro jegyzése szeptember 21. és október 1-e között zajlik, és majd október 2-ától lehet kereskedni a papírral. Amit tudni kell erről a cégről, hogy jelen pillanatban a Bayer árbevételének körülbelül 26%-áért felel, tehát azt mondhatjuk, hogy egy jelentős tényező a cég életében, azonban úgy gondolta a Bayer vezetősége, hogy jó lenne ezt úgymond kiszervezni a cégből, hiszen ezáltal nagyobb értéket teremthet majd a befektetőknek, és egyébként ez valószínűleg így is van, hiszen így könnyebb lesz dönteni, illetve az iparági marzsok, amiben most is eléggé az élmezőnyben tartózkodik a cég, még tovább növekedhet, és úgy gondoljuk, hogy az árazás sem túlzó. A részletekről azt érdemes tudni, hogy 26,5, illetve 35,5 euró közötti ársávban gondolkodik a cég, a darabszám tekintetében pedig 70,4 millió, illetve 94,3 millió részvény kerülhet majd piacra. Egyébként egy kicsit eltér a szokásostól, ugyanis a nagyobb ársávhoz a kisebb részvény darabszámú érték tartozhat majd, így jön ki a 2,5 milliárd eurós érték, amit a cég szeretne bevonni. Emögött az az egyszerű ok áll, hogy a Bayer kezében lévő részesedést 180 napig nem adhatja, utána majd fokozatosan értékesíthetni, amennyiben szeretné. Így viszont nem higul úgy föl a Bayer részesedése, tehát egy kicsit eltér a megszokottól. És egyébként még ami érdekes, a cég IPO-jával kapcsolatban, hogy a menedzsment azt nyilatkozta, hogy 2015-ös év után, azaz 2016-ban ők már osztalékot fizetnének, ez 100 és 150 millió euró közötti érték lehet, és ha egy kicsit számolgatunk a korábban közölt adatokkal, akkor nagyságrendileg azt látjuk, hogy ebből akár egy ilyen 3 és 4% közötti osztalékhozam is kijöhet, ami igazán impozáns a jelenlegi hozam környezetben. Már csak egy kérdés maradt, hogy mi adja a sztori ízét tulajdonképpen. Egy piacvezető szereppel bíró cégről beszélgetünk, aki egy olyan szegmensben dolgozik, ahol igazából nehéz új versenytársaknak a piacra lépni, hiszen egy igen befektetés intenzív iparágról beszélgetünk, és egyébként ebben is igazán jól sikerült a cégnek az utóbbi időben ténykednie, hiszen a korábbi 2007-es, 2008-as nagy beruházásuk után folyamatosan csökkent a beruházási igénye, és jelenleg egyébként az értékesítés 6%-át fordítja erre, míg az iparági átlag az inkább 7%, de találkozhatunk olyan ázsiai céggel, aki több mint 40%-át az értékesítésnek ide forgatja. Ez annak köszönhető, hogy tulajdonképpen egy már meglévő globális ügyfélkörrel rendelkezik, illetve a versenytársakhoz képest úgymond azok a technológiák, amiket használ, újabbak, és úgy gondoljuk, hogy ezáltal a költségoldal lent maradhat, ami igazán kedvező, hiszen egyébként a piaccal kapcsolatban azt lehet mondani, hogy a különböző műanyag termékek gyártásához szükséges kereslet olyan 4%-kal növekedhet éves alapon a következő 3-5 éves időtávban, tehát tulajdonképpen egy csökkenő költségoldal, egy növekvő árbevétel oldal, ezáltal valószínűleg javuló marzsok jellemzik majd a céget, de azt lehet mondani, hogy a pénzügyi sorokban biztosan nem lesz probléma.